A Karcagi Kórház főbejárata. Itt fix parkolóhelye van az intézmény főigazgatójának, Nagyné László Erzsébetnek, aki egyébként a város fideszes önkormányzati képviselője is. De a városban már ő is csak a szabad parkolóhelyeken állhat meg hosszabb időre. Az Index írta meg egy hangfelvétel alapján, hogy a kórházigazgató képviselő jogtalanul állt meg egy mozgássérülteknek fenntartott helyen. Egy rendőr fel is jelentette a szabálytalanságért. A portál szerint viszont a hangfelvételen a helyi rendőrkapitányság vezetője, Teleki Zoltán arról beszél, hogy a rendőr rosszul járt el. Szerinte a főigazgatót nem kellett volna feljelenteni, mert többször segített a rendőröknek, például soron kívül adott időpontot a kórházba. A híradónak nyilatkozó ügyvéd szerint bár valóban mérlegelhetnek a rendőrök, de nem minden esetben, és semmiképpen sem így. Az, hogy valakinek milyen pozíciója van és mi várható el tőle viszontszolgáltatásként, én azt gondolom, hogy nem szerepelt a jogalkotói felfogásban. Az Index információi szerint a Karcagi Kapitányság vezetője végül maga intézte el az ügyet, és a szabálytalanul parkoló főigazgatónő csak figyelmeztetést kapott. Kovács Kázmér szerint ezt nem tehette volna meg. Azt teszi különösen pikánssá ezt a helyzetet, hogy itt egy fix összegű bírságot ír elő a jogszabály. 50 000 forint helyszínbírság, 100 000 forint, hogyha nem helyszínbírság keretében történik a büntetés kiszabása. Tehát valami miatt a jogalkotó úgy gondolta, hogy itt nem lehet mérlegelni. Gulyás Gergely miniszter szerint, ha a felvétel valódi, akkor bűncselekmény történt. Nyilván ilyenkor indul egy vizsgálat, hogy ez megfelel a valóságnak, a rendőrkapitánynak, de minden egyes rendőrnek, és egyébként pedig a magyar államigazgatás minden szintjén mindenkinek az a kötelessége, hogy betartsa és betartassa a jogszabályokat, tekintet nélkül arra, hogy ki az, akivel szemben be kell tartatni. Vizsgálat ugyanakkor egyelőre nem indult. Az ügyben illetékes Nemzeti Védelmi Szolgálat azt közölte, hozzájuk semmilyen megkeresés nem érkezett az ügyben. A kórházigazgatóját és a rendőrkapitányt ma is kerestük, de nem válaszoltak.